Az Ukrajna elleni támadáshoz szükséges haderő 70%-át halmozta fel eddig a határ közelében Oroszország, közölték amerikai kormányzati források a Reuters hírügynökséggel. Miközben a NATO is elkezdte a korábban jelzett 3000 fős kontingens telepítését közép- és kelet-európai tagállamaiban. Romániában 1000, Németországban 300, Lengyelországban 1700 fővel erősíti meg helyőrségét az Észak-Atlanti Szövetség. A Reuters forrásai szerint sok jel utal a támadás előkészítésére. A csapatmozgásokon túl például a nukleáris töltetekkel folytatott szokásos hadgyakorlatot is előrehozta Oroszország őszről tavaszra. Február 15 és március vége között a támadáshoz szükséges létszám már a határon lesz, és az időjárás is alkalmas lenne a támadás megkezdésére. A források azt is hangsúlyozták, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szándékai nem egyértelműek, és lehet még diplomáciai megoldása a konfliktusnak. Amerikai lapok kormányzati forrásokra hivatkozva azt írják, hogy egy esetleges orosz támadás pár nap alatt elfoglalná Kijevet, és nagyjából 50 000 civil áldozattal járna, valamint újabb menekült hullámot indítana el.